helikopterek egyik nagyon szép példájával találkozhatunk most. 2005-ben találkoztam Csabival, én már akkor tapasztalt mentő helikoptervezetőnek számított, és azon az elmúlt 10 évben ő folyamatosan gyűjtette a repülőt különböző mentő helikoptereken. Ami ezt a típust, amit az Airbus helikopter járt most is nagyon nagy sikerrel, rendkívül alkalmasra teszi erre a feladatra. Nézzék meg, hogy más régebbi építésű helikopterekhez képest mennyivel kisebb a főrotornak az átmérője. Ez az egyik érdekes jellegzetessége. Ez annyit jelent, hogy maga a helikopter sokkal kisebb tájfot vagy szélvillat okoz maga alatt, és ez nagyon fontos tud lenni például a mentő feladatoknak a végrehajtásakor, mert ezt teszi lehetővé, hogy mondjuk egy baleset helyszínéhez viszont a közel szálljon le. A másik érdekes jellegzetesség a gépnek most gyönyörűen látszik, hogy oldalról nézik, ez a bizonyos különleges csőlégcsavar megoldás, az úgynevezett fenesztorosabb farokrotor, burkolt farokrotor. Ugye a farokrotorra mindenképpen szüksége van ezeknek a helikoptereknek, hogy a főrotornak a nyomatékát kiegyenlítsék, és ettől tud ez a helikopter ilyen gyönyörűen stabilan repülni. A fenestron rotornak az a hihetetlen előnye van, hogy mivel burkolt, sokkal kevésbé balesetveszélyes, és közben felszállt a román rendőrségi helikopter, a Bell 414-es. Mind a kettő két hajtóműves, tehát most összesen 4 gázturbina hangját halljuk a levegőben. A mentőszolgálatnak egyébként most néhány hónappal ezelőtt kellett kivonnia a szoraiból egy korábbi frakció típust, azért, mert az egy hajtóműves volt, és most az uniós előírások szerint városok fölé és önkormányzati települések fölé csak két hajtóműves gép szállnak, helikopter szállnak föl. Rendkívül üzembiztos a gép, a hajtóművek digitális vezérlést kaptak, az is nagyon-nagyon-nagyon nagy előnye ennek a helikopternek. Hátul is nyitható a kabinja, tehát nagyon könnyű a kordágyat belemélyezni. Tessék nézni, farok irányban nevelkedik a gép, aztán hiszem elmegyünk. Hihetetlenül mozgékony. Sajnos korrigálnom kell magamat, a rendőrségi helikopter szlovén. Hál' Istennek nem hallották ezt a dobit. Jönnek visszafelé, most éppen dolgoznak, és az ígéret szerint szintén valamit mutatnak nekünk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon modern és nagyon aktuális konstrukció. Egyike a legsikeresebb és legelterjedtebb helikopter konstrukciókat, amelyeket manapság használnak. Különösen mentőszolgálatnál, katasztrófa elhárításnál, a különféle rendőrségi erők is meglehetősen sűrűn. Most így, hogy felül ereszkedett a gép, az eléggé jól lehetett látni, ahogy Csabának a keze ott volt baloldal a kollektív karon, ahogy itt a helikopterek irányítása az egy hagyjányos bonyolultat, mint egy ereszkedett. Gyönyörű szép küldöttök fordulókat majd végre, és praktikusan szinte bárhol lesz adat, ahol szükség van. Ez is jóval több, mint az átlagos. Én a Szeged légterében. Csabiról még hadd mondjam el, hogy egyszer véletlenül, és nem is tudom, hogyan, de elkezdett engem a helikoptervezetést tanítani. Hát nekem nem jelent egy sikerélmény, bár ő azt mondta, hogy egész jól ment. De erről ennyit. Most úgy tűnik, hogy akkor a egyszer sárságú szökös behelyezkedik, és leszáll a fejére, hogy tulajdonképpen szolgálatra érkezik. Készen lépten áll, bármilyen probléma van.
akár itt Szegeden, akár a Földjén, valahogy Magyarországon, akkor